Köszönöm szépen a kitartást is, hogy egész mostanáig itt maradtatok. Én minden előadástól nagyon sokat kaptam a mai napon. Előjáróban a Gyöngyösi Orsinak a tanulmányához tudtam kapcsolódni, most már majd több olyan pont is lesz, amihez talán tudok kapcsolódni. Ugye én előjáróban az egyháztanácsok és iskolaszékek témáját adtam meg címként, de tulajdonképpen engem is a lokális praxis érdekel, amiről a Gábor beszélt, vagyis hát, hogy a praxis szintje. Tehát gyakorlatilag az a folyamat, ahogy a 19. század második felében a különböző közjogi, tehát az autonómia harcok és minden más kapcsán kibontakozó folyamatok a lokális társadalmaknak a hatalmi struktúráit átalakítják. És itt az egyháztanácsok és iskolaszékek megalakulása az egyik érdekes téma szerintem. Rögtön megkötésekkel kezdenék. Ugye én volt jobbágy falvakban kutakodtam, tehát olyanokban, ahol nem olyanokban, mint Csongrád, ahol akár, tehát sokkal differenciáltabb a képot. Én viszonylag egyszerű falusi társadalmak ügyeit vizsgáltam Buda környékén, és a szekundér irodalomban máshonnan is ezeket a példákat tartottam összehasonlíthatónak. Itt egy ilyen sematikus kiindulási pontként azt vázolhatjuk fel, itt a bugyborékaim majd többször előkerülnek, tehát viszonylag egyszerűen ugye a hierarchikus egyház tagjaként a plébános jelen van egy faluban, ami egy komunitás, aminek van egy előjárósága, és ez a két entitás itt találkozik. Tehát az előjáróság képviseli tulajdonképpen a hívek közösségét, ami egy egyvallású katolikus faluban, ugye a multikonfessionális falvakban bonyolult a helyzet, de én most egyvallású katolikus falvakról beszélek. Ott tehát ez az előjáróság képviselte híveket nagyon sokáig. Ezt nevezhetjük egy ilyen nulladik állapotnak. Ahogy Bárt János, Bárt Dániel édesapja fogalmaz még 1990-ben, az esküdtek voltak a politikai község legbefolyásosabb emberei, így nyilvánvalóan ők voltak azé az egyházé is, amelyhez a község népével együtt tartoztak. Tehát itt nem merült még fel az önálló egyházkormányzat lokális szinten, mint kérdés. És nagyon sok helyen az 1850-es, 80-as évekre is igaz, hogy a községek és az egyház közötti intézményes kapcsolat, az tulajdonképpen a falusi előjáróság és a plébános között alakul ki. Most a téma tulajdonképpen ezeknek a lokális hatalmi struktúráknak és a lokális önálló egyházkormányzat létrejöttére tett első kísérleteknek az elemzése. És ez érzésem szerint, vagy hát az általam vizsgált források tanúsága szerint nagyon szorosan összefügg ugye az autonómia kérdésével, és két iránya van, ahonnan az impulzusok jönnek, amelyek által a lokális társadalmak is lépéskényszerbe vannak, vagy a lokális intézmények, ez pedig az iskolaügy és a vagyongazdálkodás és a pénzkezelés kérdése. És itt szállnék egy kicsit vitába az Orsival rögtön, talán az eltérő település méretek miatt is merül fel ez a kérdés. Tehát ugye egyház vagy templom szolgákról beszéltél úgy átfogóan. Itt ezt az idézetet csak címként azért emelem ki, mert ez mutatja, hogy a terminusok az adott korban is nagyon képlékenyek voltak. Tehát az egyházfi és a kurátor, az például a Bartalféle szótárban összekeveredett, és ez a Bartalféle latin szótárhoz írt egy kommentár 1909-ből, hogy a kurátor eklézia az nem egyházfi, hanem egyházi gondnok. És nagy a különbség. Ugye inkább funkciók felől közelítve a lokális vagy egy falusi templom környékén van egyházfi, aki inkább a sekrestyés feladatkörét jelenti, ez majdnem mindig együtt van a harangozóval. A 40-es évekig, tehát a feudális korban még a tanító
Tehát a tanító látja el ezeket, tehát ez a legtöbb esetben együtt van, és a legtöbb esetben ő a jegyző is. Ez egy kettős foglalkoztatás jelent egyébként, tehát jegyzőként inkább a falusi előjáróságnak az alkalmazottja, és onnan kap bizonyos bért, összes másik funkciójában pedig a plébánosnak az alárendeltje. Ez a helyzet, ez sokáig később is tartja magát, és sok konfliktus forrása. És akkor van egy másik vonulat, ez az egyházatya, gondnok, kirchenfáter, kurátor, és nagyon sokféle elnevezésen, szindikus, amelyik tulajdonképpen a laikusok, a híveknek a szerepvállalását jelképezik az egyházi pénzkezelésben. Tehát ők, a laikus vagy a hívek egyfajta kontrollját hivatottak meg testesíteni, akár az említett két kulcsos gyakorlattal, tehát ezzel a kontraszeratúrával, hogy akkor, de tulajdonképpen a pénzügyi manipulációknak a letétemény és a plébános, tehát nem igazán van kontroll szerepük, és akkor jönnek a 48-49 utáni változások, ugye az autonómia diskurzus, és aztán a népiskolai törvény, amelyek komoly lökést adnak mindkét vonulatnak, tehát mindkét feladatcsoportnak a kontextusában. Erről az oldalról most kevésbé szeretnék beszélni. Itt elindul egy erős professzionalizáció, tehát már a 40-es években sürgetik, hogy a jegyző és a tanítói hivatal választódjék el. Ez általában megtörténik. Ugye a jegyzők elindulnak egyfajta diadalúton, és ugye a két világháború között már ők a községek vezetői, ez a feudális korban még korán sem jellemző. A tanítókról, kántor tanítókról még lesz szó a későbbiekben. És akkor van ez a gazdálkodási problematika, hogy az egyházi gazdálkodást átláthatóbbá, és ugye az autonómiának, tehát az egyházi autonómiában valami olyan mechanizmus kell kidolgozni, ami egyfajta átláthatóságot mutat kívülről legalábbis. És erre van a gondnok szerepének a megerősítése, valamint ez az iskolaszéki egyháztanácsi ötlet, amit mindjárt rátérek, hogy hogyan is bukkan fel. Az első szabályozás, ami részletesen szabályozza a gondnokok szerepét, ez az instrukció normatíva Székesfehérvár egyházmegye enciklikái között találtam meg, de gyanítom, hogy ez a többi egyházmegyében is megjelent, 59-ben, amelyik ugye kimondja explicit, ez latinból fordítás, hogy az egyházközség is részesül a pénzek kezelésében, mégpedig a kebeléből kiválasztandó férfiak révén. És ezek után az instrukció felsorolja azokat a feladatokat, amikkel a gondnokok azelőtt is foglalkoztak. Nekem feltűnt, hogy se a kurátor, se a szindikus szót nem használja a szöveg. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy próbálja eltávolítani és valami újdonság erőt adni ennek az új funkciónak, mint hogyha itt most megteremtenénk a hívek bevonását az egyházi pénzkezelésbe, gazdálkodásba. De tulajdonképpen a későbbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hangsúlyozott felelősségmegosztás, ellenőrizhetőség, átláthatóság helyett ezek legalábbis falusi szinten továbbra is a végrehajtás és a hitelesítést, tehát minden vitás ügyben a plébános mellett találjuk ezeket az egyház gondnokokat, és a plébános embereiként vannak apostrofálva. Ugye olyan ügyekben is, mint amit az Orsi említett, hogy nekik például a plébánia földekből juttat, akár az újonnan kimetszett temetőt nekik juttatja, és azon gazdálkodnak ideiglenesen. Tehát rengeteg érdekes ügy van ezzel kapcsolatban. És amikor valami mellett tanúskodni kell, akkor természetesen ott van a megerősítő szavuk. És akkor ezek után jön a népiskolai törvény 68-ban, amely ugye lehetővé teszi a felekezeti iskolák megtartását, de ez több feltételhez köti. Egyrészt minőségi követelményeket támaszt a tanítók és a tanítás iránt. Másrészt, ami most jelenleg érdekesebb, szervezeti feltételeket is. Ez egyrészt a tanfelügyeleti rendszer harmonizálását jelenti, tehát előír egyfajta állami tanfelügyeleti rendszert, felállít.
Tehát az egyházi vonalon is ugyanezt kell reprodukálni. És az iskolák igazgatására ugye a népiskolai törvény választott iskolai székeket ír elő. Ugye az egyház ezt az egész törvényt a katolicizmus elleni támadásként élte meg, de nem volt más választás, mint előre menni, és valami hasonlót létrehozni a katolikus iskolák esetében is. Erre született 1869-ben a vegyes egyháztanácsokról szóló ideiglenes rendelet, amely kimondja, ugye megint csak részeltetni óhajtja a híveit a tan- és nevelési kezelése gondjaiban és munkájában, ezért célszerűnek látta a vegyes egyháztanácsok intézményét behozni. Ez szintén egy püspökkari dokumentumnak a Székesfehérvári Egyházmegyében történt kihirdetése. Ugye a hierarchiát úgy írja le a preambulumba, hogy van az országos főegyháztanács, egyházmegyei esperes kerület és alatt az egyház községi tanácsok, de hirtelen, azaz haladék nélkül csak az egyházközségi vegyes tanácsokat kell létrehozni. A vegyes itt arra utal, hogy laikus és klerikus együtt. És itt van ez a szó, hogy ideiglenes, ami ebben az esetben arra utal, hogy amíg az autonómia kongresszuson végleges koncepció nem kerül elfogadásra. Ugye, de ugye benne van a rendeletben, hogy ezeket haladéktalanul hozzák létre. Egy ilyen községi vegyes egyháztanács úgy nézett ki, tagjai ugye kegyúr hivatalból, vagy állásuknál fogva hivatalból a plébános, mint elnök, káplánok és a katolikus elemi iskolák rendes tanítói, és választás által meghatározott számú, ez település mérettől függően tagok, választhatnak két világi alelnököt és egy jegyzőt, és egy fő és algonnokot, és a későbbi feladat leosztásból kiderül, hogy tulajdonképpen minden operatív feladat továbbra is ennél a két gondnoknál van. Tehát nem változik érdemben a helyzet. Viszont érdekes, és ez a legnagyobb különbség az állami egyháztanácsok, vagy az iskolaszékek, tehát az államilag előírt iskolaszékekhez képest, hogy az iskolák és az egyházközségi vagyon kérdését együtt kezeli. Tehát ezek az iskolaszékek egyben egyháztanácsok is, miután emek két rendbeli kezelés egymástól elválasztani egyházunk érdekében alig lehet. Helyi szinten szinte lehetetlennek tűnt abban a pillanatban, főleg így hirtelen, és később sem nagyon sikerült megbirkózni ezzel. És itt van a legnagyobb csavar a szövegben, miután leírja részletesen, hogy milyen felhatalmazása van ennek az egyháztanácsnak, kijelenti, de a püspöki joghatóság, kegyúri és rendes tanhatósági jogok sértetlen fenntartása mellett. Tehát egy ilyen kecske és káposzta helyzet rajzolódik ki ebből a rendeletből. Kérdés, hogy működtek volna, illetve hogy működtek, amennyiben megvalósultak. Ugye egyrészt a 68-as és a 69-es ideiglenes rendelet után, aztán ugye volt közben az autonómia kongresszus, ahol tulajdonképpen ugyanennek a rendszernek vagy struktúrának egy kidolgozott változata megjelent, de sose hirdették ki, úgyhogy ennek nem lehetett hatása, és aztán 76-ban újra egy újabb könyvecske jelent meg az újból felállítandó iskolaszékekről, tehát ez arra utal, hogy 69 után azért nem volt tömeges ezeknek a megalakulása, és az én kutatásaim szerint 76 után se. Tehát a sürgető ok az elemi iskolák felekezeti jellegének védelme, a távlati cél pedig az államtól független önigazgatás modellje lett volna. És akkor most jönne a lokális szint, ugye a különböző konstellációk helyben, erre tényleg csak nagyon röviden térek ki, aztán majd ezzel kapcsolatos sztorik esetleg a vacsoránál előkerülhetnek. Tehát nagyon sok változatot találtam, a legtöbb helyen egyébként semmi utalás nincs, hogy ezek megalakultak volna, ezek az egyháztanácsok. Solymár és Tárnok, ez egy olyan hely, ahol megalakul a katolikus iskolaszék, és kialakul ez a két front, a plébános nagyjából egy állásponton van a katolikus iskolaszékkel, a tanítók ugye az ő hatáskörében maradnak, a gondnok is, és a másik oldalon áll a jegyző,
és a községi előjáróság, főleg a jegyző, aki kardoskodik az állami iskola mellett. Aztán Kotthenc Kelemen Szent István Baja melletti település példája, itt egy különös eset állt elő, a plébános, itt is katolikus maradt az iskola, és katolikus iskolaszék alakult, de önállósította magát a plébánostól. És két olyan gondnokot választott, aki a plébánosnak nem volt ínyére, és nyílt háborúskodásig fajult a dolog. Ebben a konfliktusban a községi előjáróság nem nagyon vett részt. És akkor a hidegkúti példa, amivel részletesen is foglalkoztam, itt pedig ugye államosították az iskolát, és községi esélytettek az iskolát, ezért községi iskolaszék alakult, ami a lehető legrosszabb volt a helyi plébános számára, marginalizálódott úgymond, tehát jó, az egyház gondnok, a régi struktúra szerinti gondnokok mellette voltak, és egy kántor, aki viszont, aki alól kihúzták a tanítói javadalmat, tehát ő pedig javadalmától esett el, és a községi iskolaszékbe bekerültek olyan helyi közbirtokosok, akik egyébként a falusi előjáróságban nem jutottak szóhoz, tehát például protestánsok. És ezért ez egy komoly hatalmi góccá alakult a faluba, ami a plébános fő ellensége lett, és ehhez képest a községi előjáróság és a máshol ellenséges jegyző nem is volt olyan veszélyes már. Ez csak egy illusztráció így a végére, és ezzel is fejezném be. Ez a budakeszi római katolikus iskolaszék jegyzőkönyvei. Lóhalálában megalakították a 90-es évek közepén, hogy ne államosítsák az iskolát. Ez még 6 évre volt elég. Aztán 28-ban, amikor megalakították a rendes egyházközségi testületet, akkor áthúzták, és ugyanebben a könyvben folytatták egy 35 évvel később, vagy nem tudom mennyivel később a feljegyzéseket. Köszönöm szépen a figyelmet!